minden igaz, akkor látják. Köszönöm szépen a meghívást, illetve a felkérést ennek az előadásnak a megtartására. Ahogy ezt előbb említette, én a meteorológiai műholdak elsődleges felhasználásáról beszélnék. Ahogy ezt az előző előadásban hallhattuk, a nem minden területen, de vannak területek, ahol az életünket megkönnyítik a műholdak, hát a meteorológia az mindenképpen ezek közé, a területek közé sorolható. Az előadásban először röviden bevezetném, hogy milyen műholdak, milyen adatait használjuk, utána részletesebben beszélnék arról, hogy ezeket hogyan tudjuk felhasználni az időjárás előrejelzésben és egyéb meteorológiához kapcsolódó szakterületeken, végül pedig kitekintés következik. Ugye már szó esett a geostacionárius holdakról, hogy a távközléshez mennyire fontosak ezek a holdak, a meteorológiához is nagyon fontosak. A kvázipoláris műholdpályán mellett számunkra sokkal fontosabb a geostacionális pálya, illetve az ezen elhelyezkedő meteorológiai műholdak, amiket a EUMETSAT, a meteorológiai műholdak hasznosításának európai szervezete tartja fent és működteti. Ezek a holdak ugye folyamatosan látják a mi területeinket. Európáról jelenleg 5 percenként kapunk információt ezekről a holdakról. Arról, hogy műszerezettségükben milyen típusú műszerek is találhatóak ezeken a holdakon, vagy hogy milyen sugárzási sávban mérnek, elmondhatjuk, hogy a geostacionális műholdakon főleg infravörös, illetve látható fénytartományú mérésekből származó információhoz jutunk. Jelenlegi Meteosat műholdunkról 12 csatornában kapunk információt, de emellett ugye van európai meteorológiai poláris vagy kvázipoláris műhold is, a METOP, aminek a műszereit, ha minden igaz, látják az egéremet, akkor itt vannak felsorolva, itt azért látszik, hogy elég sokféle műszer található. Ezek között van olyan, ami a mikrohullámú tartományban mér, van, amelyik az infra, a látható fénytartományban, és olyan is, ami az UV tartományban. Ezeket az adatokat vagy úgymond kalibrált adatként használjuk fel, vagy pedig ezekből származtatott produktumokat is használunk. Tehát először az időjárás előrejelzésben ugye rendkívül fontos az, hogy minél gyorsabban, minél jobban vizuálisan meg tudjuk nézni ezeket az adatokat. Ennek egyik formája, amit a legtöbben valószínűleg az időjárás előrejelzések során a televízióban is láthatnak, hogy megmutatják a kollégák, hogy hogyan változik, mozog a felhőzet. Azon kívül, hogy egyes csatornáknak a képeit megnézhetjük, nagyon fontos ugye, hogy gyorsan és minél aktívabb, minél gyorsabban a kiemelendő jelenségeket meg tudjuk nézni, ehhez különböző kompozit képeket készítünk, amiket az előrejelzők szeretettel és nagyon gyakran használnak. Ugye ennek az a lényege, hogy kiemelünk egy-egy jelenséget, erre próbálunk koncentrálni, úgyhogy a piros, zöld és a kék sávokba, különböző csatornákból származó információkat teszünk. Természetesen ennek is megvan a módszere, hogy melyik csatornát hova helyezzük, annak függvényében, hogy mit szeretnénk kiemelni. Ilyen kiemelendő jelenség lehet a felhőknek a különböző jellemzői, vagy a köd, akár az, hogy elválasszuk a havas felszínt a ködtől, zivatarok, porfelhő, légkördinamika, itt hoztam két példát erre. Az egyik az az úgynevezett 24 órás mikrofizikai kép, aminek az a lényege, hogyha sikerül újra elindítanom a videót, hogy látjuk a felhőknek a mozgását. Ugye itt látszik egy frontrendszernek az elég vastag felhőzete, itt kék színnel könnyen látható, hogy cirrus felhők találhatók. Ezeken, ha elindítom újra, akkor itt látszik, hogy a köd hogyan kezd el feloszlani. Ugye ez is nagyon fontos, hogy minél jobban tudjuk látni ezeket, vagy hát az előrejelzők leginkább minél jobban láthassák. Itt a másik oldalon pedig egy úgynevezett légkördinamikai
vagy légtömeg kompozit kép látható, ezen pedig a különböző légtömegeknek a mozgását tudjuk figyelemmel követni, attól függően, hogy hideg-meleg légtömeg hogyan váltakozik, hogyan jönnek. Emellett talán kevésbé köztudott, hogy akár az időjárás előrejelzés szempontjából is nagyon fontos az, hogy meg tudjuk, hogy lássuk azt, hogy milyen szennyező anyagok kerülnek a légkörbe. Például itt a por, Szaharából származó port látjuk az Atlanti-óceán felett, vagy ugye ugyanúgy láthatóak különböző egyéb tűznek a hamuja, vagy ami még nagyon fontos, ugye, hogy az előrejelzők minél előbb lássák, hogy például egy vulkánkitörésnél, hogy a vulkáni hamu hova jut fel, vagy hogy jut fel a légkörben, ez ugye repülés meteorológiai szempontból nagyon fontos jelenség. Ugye egy másik időjárás előrejelzés szempontjából kiemelt, főleg műholdas szemmel kiemelt jelenség az az ivatar és ennek a megfigyelése. A zivatarok tetején az infra sávban, a 10,8-as sávban a fényességi hőmérséklet eloszlás U vagy V vagy gyűrű alakot mutat. Emellett a látható sávban, ott, ahol a legerősebb a feláramlás az ivatarba, úgynevezett túlnyúló csúcsokat láthatunk a műholdképeken, ezek ugye a látható csatornákon látszanak, és a túlnyúló csúcsok, most nem megyek bele a részletekbe, mellett keletkeznek ilyen üllőfeletti círuszfáklyák, ami szintén megfigyelhető a műholdképeken, a látható sávban, és ezeket, hogyha kombináljuk, akkor a két jelenséget nagyon jól együtt meg tudjuk figyelni, vagy hát az előrejelzők is meg tudják figyelni. Ez azért fontos, mert korrelációt találtak ezeknek a jelenségeknek a hosszan fennálló idejében a zivatar hevessége között, ezért ez egy nagyon fontos alkalmazása például a műholdképeknek. De amellett, hogy a képeket megnézik, különböző produktumokat is használunk az időjárás előrejelzésben, az előrejelzők is ilyenek, például a felhőtető nyomása vagy hőmérséklete, ami a repülés meteorológia szempontjából igen fontos, vagy a felhőtető halmaz állapotára vonatkozó információk, hogy a felhő teteje az jeges, vagy inkább vízfelhőről van szó. De emellett a felhők elmozdulásából származtak a célvektorokat is használjuk. Amellett, hogy vizuálisan megnézzük ezeket a képeket, vagy hát az előrejelzők megnézik, a numerikus időjárás előrejelzésben is nagyon nagy szerepe van a műholdképeknek. Tehát ahhoz, hogy minél jobban előre tudjuk jelezni az időjárást, annál jobban meg kell ismernünk a jelenlegi állapotát, és ebben nagyon sokat segítenek a műholdképek. Ugye, mert valószínű, ez nem egy nagyon földtől elragadott dolog, tehát a felszín, tehát a szárazföldökön sokkal több mérőállomás található a felszínen, mint például az óceánok felett, így nem teljesen homogén, vagy hát egyáltalán nem homogén a mérőállomások elhelyezkedése a Földön, de a műholdak segítségével ugye olyan területekről is információhoz jutunk, amiről a hagyományos, konvencionális megfigyelések során nem. A numerikus időjárás előrejelzésből mondhatjuk, hogy szinte mindent felhasználnak, minden adatot felhasználnak, ami egy kicsit is jobbá teheti az előrejelzést. De nagyon fontos például az infravörös sávban az úgynevezett szondázó műszereknek az adatai, illetve a mikrohullámú méréseket is nagyon gyakran használják. De emellett rengeteg egyéb produktumot is felhasználnak a numerikus időjárás előrejelzésbe. Ezen az ábrán az Európai Középtávú Előrejelző Központ globális modellének az előrejelzésekre vonatkozó megbízhatósága látszik. 1981 és én most itt az ablaktól sajnos nem látom annyira, 2007 között. A felső vonal az mutatja, hogy az északi féltekén mekkora volt a modellnek a
modell előrejelzésének a megbízhatósága, az alsó vonal pedig a déli féltekére vonatkozó megbízhatóságot mutatja. Látszik, hogy 20 évvel ezelőtt ez a kettő még nagyban különbözött, ennek ugye oka, hogy a déli féltekén rengeteg óceán van, rengeteg olyan hely, ahonnan nagyon kevés konvencionális mérési adat származik, és ezt az egyre inkább, egyre több műhold által, vagy műhold által lefedett terület, illetve egyre több adattal az előrejelzés megbízhatósággal közelít egymáshoz. Azért itt tudni kell, hogy a modellnek a fejlesztése is közrejátszik ebben, de a műhold adatok, illetve az, hogy egyre több féle és egyre több műhold adatot tudnak felhasználni a modellekben, ez nagyon fontos. Egy másik, bocsánat, csak itt a képen nem láttam, egy másik példa, amit én nagyon szeretek, ez a 2012-es Sandy hurrikánnak az előrejelzéséhez kapcsolódik. Nem tudom, hogy a kedves hallgatóság emlékszik erre, de ennek a hurrikánnak az előrejelzése a többi globális modellben nem volt túl pozitív. Egyedül az ECMWWF-nek sikerült előrejeleznie, hogy a hurrikán el fogja érni Amerikának a keleti partjait. Ezen az ábrán, itt az A ábrán látható az operatív előrejelzés, ahol felhasználnak geostacionáris és műholdas adatokat is. Azt próbálták kinyomozni, hogy mi lehet az oka annak, hogy őnekik sikerült előrejelezni ezt a hurrikánt viszonylag elég pontosan, a többi központnak pedig nem. És úgy találták, hogy valószínű, hogy a műhold adatok felhasználásának lehet ehhez köze, hiszen a többi központban kevesebb műhold adatot mi szaknyomai nyelven úgy hívjuk, hogy asszimilálnak a modellbe, tehát használnak fel. Ezért csináltak olyan kísérleteket, ahol csak a geostacionáris műholdak adatait használják fel, illetve csak a kvázipoláris műholdak adatait használják fel, és ebből látszott, hogy mennyire fontos, hogy felhasználják ezeket az adatokat, és hogy mennyi adatot használnak fel belőle. Tehát ezzel is azt próbáltam szemléltetni, hogy ezek az adatok mennyire fontosak ahhoz, hogy a mindennapi életünket megkönnyítsék, hiszen akár egy hurrikánnak az érkezése, hogy ezt pontosan előre tudják jelezni, igencsak fontos számunkra. És akkor most kitérnék egy kicsit egyéb, hát mondjuk azt, hogy a meteorológiának az időjárás előrejelzésen kívül ugye rengeteg szakterülete van, és hogy a különböző meteorológiai műholdak azért eléggé összekapcsolódnak a földmegfigyelésnek a témájával is, és ezeket is lehet erre is használni. Tehát itt például egy pár példát hoztam a felszín megfigyelésére, amit az infravörös, illetve a látható fény sávjában történő mérésekből állítanak elő, felszínhőmérséklet, tengerfelszínhőmérséklet, különböző növényborítottság, és ugye számunkra is igencsak fontos, hogy a hóborítottságot, akár a modellekben, akár pedig mi magunk és egyéb felhasználási célokból tudjuk. Na most mi történt? Jó. Egy másik felhasználási terület, ami a poláris meteorológiai műholdakon, az európai METOP műholdon található gumiműszer alapján elég jól használható, akár a meteorológiában, akár más levegőkörnyezeti megfigyelésekben. Ez a műszer az UV és a látható fény tartományában mér, ami arra alkalmas, hogy a légkörű összetevőket elég jól meg lehessen vele határozni, mint például az ózont, a kén-dioxidot, nitrogén-dioxidot, vagy akár különböző aeroszol indexeket lehessen előállítani. Ezen a példán itt egy kamcsatkai vulkánkitörésből származó kén-dioxidnak a légköri terjedése látszik, ami ugye a levegőkémiai modellezés, illetve a levegőkémiában nagyon fontos, hogy ezek akár szennyezőanyagok, vagy egyéb légköri összetevők hogyan alakulnak a légkörben. Ugye szót említettem már, hogy a numerikus modellezés számára az infravörös szondázó műszerek mennyire fontosak. Ezekről egy icipicit beszélnék többet. Ezek több ezer keskeny sávban mérnek, tulajdonképpen egy folytonos spektrumot kapunk vele, ami azért fontos, mert
a légkör vertikális állapotáról tudunk információhoz jutni. Ebből lehet meghatározni hőmérséklet és nedvességprofilokat, illetve a különböző légköri nyomgázoknak a meghatározására is alkalmas ez a típusú mérés is. Itt például egy 10 éves adatsor alapján ammónia feltérképezése látszik a Nílus vidékén, amellett, hogy ugye magából a Nílusnak a deltájából, illetve a Nílus melletti területekről származó ammóniát nagyon szépen mutatja, azért egyéb ipari területeket is jól lehet ezzel feltérképezni. Ugye beszéltünk az infravörös, az UV tartományban tartományú mérésekről, de ugye a mikrohullámról még nem esett szó. A meteorológiai műholdakon, ugye a poláris, kvázipoláris műholdakon lévő mikrohullámú mérések fő felhasználási területe az, hogy a felhők alatti nedvességet és hőmérsékletről információt kapjunk, hiszen az infra sávban történő mérések csak a felhő felett, illetve a felhőmentes területeken tudnak megbízható információt szolgáltatni a nedvesség és hőmérsékletről. Emellett csapadékbecsülésre is használjuk a mikrohullámú méréseket. Ez Európa felett nem annyira jelentős vagy fontos, mondhatjuk ezt, hiszen Európa nagyon jól le van fedve meteorológiai radarokkal, viszont vannak olyan területek, akár gondoljunk bele tengeri területek a mediterrán részeken, vagy az óceán felett egyéb helyeken, vagy olyan területek Afrikában, amik ritkán lakottak, vagy nem olyan a tehát nem elég gazdaságilag nem annyira fejlettek, hogy időjárási radarra rendelkezzenek, ez egy nagyon fontos alkalmazás. Emellett a jégről is kapunk, tengeri jégről is információhoz juthatunk. Ezen az ábrán 1980-tól 2005-ig láthatjuk az északi sark feletti jégtakarónak a változását. Tehát ezek passzív mikrohullámú mérések adatainak a felhasználására volt példa, de az európai poláris műholdon, a METOP-on aktív mikrohullámú műszer is található. Ez az úgynevezett ASCAT műszer, ami egy C-band radar, aminek az adataiból a tengerfelszín feletti szélnek a nagyságára, illetve irányát lehet meghatározni, illetve talajnedvesség becslésre is lehet használni. Végül ugye ez az mondhatjuk azt, hogy az eddig bemutatott összes felhasználás el lehet, ugye, hogyha hosszú távon végezzük ezeket, klimatológiai felhasználása is van ezeknek a műholdaknak, hiszen most már viszonylag régóta pályán vannak, és méréseket adnak nekünk. Úgyhogy az éghajlatváltozás vizsgálatára is használjuk a műhold adatokat. Itt például 2008 és 2020 között a METOP-on található JASI mérések alapján a stratoszférikus ózon mennyisége látszik az Antarktisz felett, tehát az ózonjuknak a megfigyelésére is ugye használjuk ezeket a méréseket, de emellett ugye felszínre jutó sugárzás adatsorok is vannak, hosszú adatsorok, amiket a klímaváltozásra jól lehet használni. De emellett ugye a meteorológiának az agrometeorológia is a része. Ezen az ábrán NDVI anomáliákat hoztam 2009 és 2014 között, márciustól októberig. Itt az ábrán tehát az látható, hogy a növényzet az átlaghoz képest milyen állapotot mutat, zöldebb-e az átlaghoz képest, vagy pedig kevésbé, tehát erre az aszályra lehet következtetni, ami igen fontos az agrometeorológiában. Végül kitekintésként, mire is számíthatunk a jövőben? Egy nagyon izgalmas és érdekes időszak előtt állunk, vagy időszakban vagyunk benne, ugyanis a JUMETSZ-nál készülnek, illetve ugye a partnereknél a következő generációs holdak. A harmadik generációs Meteosat hold, ez a geostacionárius
hold, ikermű holdból fog állni, lesz egy úgynevezett képkészítő imager hold, MTGI, és lesz egy szondázó hold, az MTGS. A képkészítőn a mostani Seviri műszerünknek egy továbbfejlesztett változata kap helyet. 12 csatorna helyett 16 csatorna lesz jobb térbeli és időbeli felbontással, valamint újdonságként helyet kap egy villámdetektáló is. A szondázó műhold az egészen nagy újdonságot fog tartalmazni, ugyanis lesz egy infravörös szondázó rajta az IRS. Azt kell tudni, hogy eddig infravörös szondázó geostacionáris műholdon operatívan még nem volt. A kínaiaknak van egy, mondjuk azt, hogy kísérleti műszere, de még dolgoznak rajta, tehát ez egy újdonság lesz, aminek a segítségével a légkörről, a felhőmentes területeken háromdimenziós, illetve képet kapunk, és mivel Európáról 30 percenként fog adatokat adni, ezért térben, időben is egy nagyon jó felbontás lesz a mostani poláris műholdakhoz képest. Ezen kívül még egy UV-szondázó lesz a Copernicus projekt részeként ezen a műholdon. Példaként csak az egyik új sávra hoztam, hogy az 1,38-as mikrométeres sáv a vékony cirrusz felhődetektálásában fog segíteni. Itt ezek a piros kis felhőcskék jelölik ezeket a vékony cirrusz felhőket, ami a mostani képen nem mindenhol és nem olyan könnyen detektálható. Azt hiszem, egy kicsit egy perccel túlhaladtam az időt, de még hogyha megengedik, akkor annyit elmondanák, hogy a harmadik generációs metaoszaton kívül megújulnak a kvázipoláris holdak is, ahol szintén újabb műszerek is helyet kapnak, illetve a mostaniak kis jobb felbontással és jobb méréseket fognak szolgáltatni. És ezzel megköszönném a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm Zsófia az előadását. Egy pillanatig még ne kapcsolja ki se a kamerát, se a mikrofonját, mert érkezett egy kérdés a chat ablakban. Egy kedves nézőnk kérdezi, hogy a globális felmelegedés hogy befolyásolja a meteorológiai előrejelzést? Hát én úgy gondolom, hogy magát az előrejelzést, ugye az előrejelzési modellek nem az éghajlat alapján teszik, hanem az adott légköri állapotok alapján, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt mondjuk azt, hogy magát az előrejelzést, hogy mennyire lesz sikeres az előrejelzés, kevésbé befolyásolja. Az igaz, hogy egyre szélsőségesebb viszonyok várhatóak, tehát például ebben lehet, hogy ugye az ivatarok pontos helyét például, és azt, hogy pontosan mikor lesznek, ezt az időjárás előrejelző modellek még nem tudják olyan pontosan előrejelezni, ezért is van ugye szükség a szakemberekre, akik akár felülbírálják ezeket a dolgokat, és hogyha ebből egyre több lesz, akkor esetleg ezeknek az előrejelzése nehezebb, de én úgy gondolom, hogy magát az előrejelzést ez nem befolyásolja, hogy hogyan alakul a klímánk. Nagyon szépen köszönöm a válaszát, remélem, hogy a kérdező is erre gondolt, és kielégítő számára is a válasz. Köszönöm, én is remélem. Köszönöm Zsófia még én egyszer az előadását, és maradjon velünk hallgatóként, nézőként a továbbiakban is, mert még az is elképzelhető, hogy érkezik még olyan kérdés, ami majd még az előadásához kapcsolódik. Én biztatnék minden kedves nézőt, aki élőben követi az adásunkat, hogy tegyenek föl kérdéseket az előadókhoz, lehetőleg az előadáshoz kapcsolódóan. Egyéb megjegyzéseket is persze köszönettel veszük, ha megírnak, de én a kérdéseket és az előadáshoz kapcsolódó kérdéseket teszem föl az előadásra.